Folyamatos tanulásról szól a minőségügyeseknek és az élete az elmúlt pár évben. Újabb és újabb módszereket, technikákat kellett megtanulnunk. Most ugye meg kell barátkoznunk az informatika világával, és egyre inkább ebből is látszódott a digitalizáció, annak a kezelése. Az IATF 16949-es ugye szabványban is már megjelent az, hogy a programokat, a programváltozásokat is nyilván kell tartani. Bejött az energiairányítás, bejött a KIR, tehát hogy folyamatos változás, tanulás igazándiból, és itt ugye, hogy mi kompetensek legyünk, nagyon fontos, hogy elfogadják ugye a szakmát is ugye cégen belül, illetve minket, mint vezetőket, tehát hogy hogyan tudja magát pozícionálni egy minőségügyes a cégen belül. Nagyon nagy mértékben azon is mérik, hogy mennyire tudunk haladni ezekkel a változásokkal. Képesek vagyunk a segíteni a céget is abban, hogy a szabályozás, amit ránk öntenek, például ugye szabályozás változásokat megfelelően ezt kompetens módon lekövesse a cég, bírságok nélkül és megfelelve ugye a vevőigényeknek, megfelelve közben azért a munkatársaknak is, mert azt lehet mondani az elmúlt egy-két évben, és talán ez is egy fontos dolog, hogy megváltozott a piac olyan szempontból is, ezt mindenki érzi a saját bőrén, hogy most már ugye nem állnak sorba az ajtó előtt a munkaerő, ugye? Mérnökből sem, szakmunkásból sem, és hát ma máshogy kell kezelni az embereket, meg kell tanulni, most már coachingban, ugye odafigyelünk a munkatársakra, most már el nem menjen, mert akkor majd én dolgozhatok helyette. Tehát most már a dolgozóknál sokszor tényleg ott vagyunk, hogy úgy kell bánni velük néhány, mint valamint a hímes tojással. Tehát, hogy azt lehet mondani, azért itt sok-sok változás volt. És akkor én azt szeretném kérni, hogyha tegeződhetünk akkor tőletek, hogy egy-két olyan változást, amit titeket érintett az elmúlt néhány évben, itt soroljunk föl, mielőtt még belemennénk a témába, hogy milyen változások voltak, amit mi megéltünk, vagy megélünk itt a technológiától elkezdve a szabályozásig, néhány olyan dolog, ami a napi munkámban az elmúlt néhány évben érintett, vagy érint minket jelenleg is. Egy-két dolgot így gyűjtsünk össze ide a flipchartra. Én ezt a flipchartot ezt ugye beüzemelem most, mert most így kicsit aktívabban fogjuk ezt használni. Jó, és akkor néhány dolgot írjunk össze, aztán abból egy-két módszert, eszközt, amit el lehet használni a változás menedzsmentben, de konkrétan használni is fogunk. Jó? Csak kezdjük el, aki... Milyen kis széria? Kis széria, tehát igen, ez egy fontos, ugye egyre kisebb szériák vannak. Aha. Aztán csak, ami ma volt, sok változásról volt szó, ma is ugye az egész nap, ugye? Néhány dolgot. Szabvány átalakira, IATF, felírhatjuk ezt is. IATF. Szabványváltozások. Ugye ugyanúgy változtak, de nem olyan rég jöttek ki ugye újabb szabványok, ugye a 9001-ben is ugye nemrég volt, ugye még az még folyamatban ott is az átállások. Bejött a szakreferens, amit csak mai témánk, ugye megint csak egy új dolog, és ugye az egész EIR ugye megjelenése. Aztán, ami napi szinten érint még minket esetleg még, ugye itt ilyen nagyobb trendek, amit látunk a világban, mit tudnátok említeni? Néhány dolgot. Mobil technológiát mutatja itt a Sanyi, abszolút átalakítja az életünket, ugye. 24 órában elérhetőek vagyunk most már, ugye? Lehet mindig dolgozni. Ez jó is, rossz is? Aztán még, ami jelentős változás az elmúlt néhány évben még, amit ugye megélünk. Már megjelentek ugye az elektromos autók, ez is azt mondom, autóiparban, most Audisokkal is beszélve, vagy akár a Bosnál is, tehát hogy itt a iparágak alakulnak át, ugye egyik iparág, ez volt ugye a korábbi előadásokban is, ugye, hogy tulajdonképpen helyettesítő technológiák jelennek meg adott esetben, tehát például az elektromos, ugye elektromotorgyártás és a dízel, vagy a hagyományos benzines, ugye itt is már ezen nagyon komolyan dolgoznak egyébként cégek, de nem csak itt jelenik meg ez, hanem bizonyos dolgok már szoftveresen helyettesíthetők, amit eddig fizikai folyamat volt. Ezt úgy nevezik, hogy elgőzösítése vagy elgázosítása tulajdonképpen a materiális világnak. Tehát rengeteg dolog most már elektronikusan mehet. Egy példa ugye a számlázás, amiről volt is szó. Tehát elektronikusan lehet számlázni, a papír alapú megoldások csökkennek, közben meg fut fölfele a Magyar Postának, meg a különböző Federal Express, meg egyéb csomagszállítónak, meg a TNT-nek ugye a bevétele, mert hihetetlen mennyiségben ugye rendelünk már karácsony, már most ugye szól a posta, már most rendeljük meg karácsonyra, szólok is mindenkinek, ha valaki rendel ugye az Amazonon, az eBay-en, vagy épp az Alibabán a termékeket, mert olyan dömping lesz, egyre nagyobb része ugye már ugye ezeken az elektronikus csatornákon, tehát ami korábban fizikai vásárlás volt egy áruházban, nagyon sokszor az online, ugye, az is megjelenik, tehát itt az online bizniszt is felírhatjuk. És ez minden területen egyébként megjelennek.
És amit itt felírnék nagybetűvel, az a digitalizáció, amit itt a... És ezért mondtam, hogy így a Sanyi át is vezetett minket egy kicsit a következő téma felé, tehát hogy itt nagyon komoly trendszerű változások vannak a mi életünkben. Ahogy az írógépből lett a számítógép, most megint van egyfajta ilyen léptékváltás az egész iparágban, és hogy mi ebben képesek vagyunk léptéket tartani. És van nagyon sok olyan téma, amiben nem is tudjuk, hogy kezeljük. Tehát mondjuk az informatikai biztonság, vagy az információnak tulajdonképpen a minőségbiztosítása az informatikai fejlesztő cégeknek, akik már vezérlik, irányítják a gépeket, a berendezéseket, milliárdos berendezések azon múlnak, hogy jó egy szoftver, vagy rosszabb a szoftver. És hiába van nekem, mit tudom én, most OTP bankkal is például most dolgozunk, hiába nagyon jól felkészült, elég jó képzett állományban állok egyébként a front office-ba, rengeteg jobb munkatársam a front office-ba, ha mondjuk lefagy a rendszer. És ugye ez lehet, hogy a Telekomnak is voltak, és a nagy cégek is ugye néha a T-Systemsnél is voltak olyan dolgok, hogy tulajdonképpen egy-egy ilyen rendszerleállás az egész cégnek tulajdonképpen az üzemmenetét biztosítja, vagy hogyha mondjuk áramszünet van, és lehetne sorolni ezeket a dolgokat, és nagyon sokszor ezek szoftver problémákra is visszavezethetők, és ki tudja, hogy melyik alvállalkozónak az alvállalkozója, aki épp azt az applikációt lefejtette, és benne maradt valami, vagy egy vírus, vagy éppenséggel egy cyber támadás történik, ugye a kockázatmenedzsment szintén fölértékelődött. Tehát azt lehet mondani, hogy a mai világban, ahogy mondtátok, ugye kisebb szériák, fölgyorsult a világ. Mit tapasztaltatok ezekben a változásokban, hogy ezeknek a tempója, ez hogyan alakul az elmúlt néhány évben? Folyamatosan gyorsul, ugye? Tehát szinte exponenciálisan már nehéz, már kapkodja az ember a fejét. És ugye bizonyos dolgokra már azt mondja, hogy na jó, ezt már a fiatalok majd ők, én ebben már nem akarok vele tanulni néha. Ugye, és pedig pár éve még ugye kíváncsiak voltunk, de hihetetlen mennyiségű információ ömlik ránk. Tehát ebben a történetben, ebben a változó világban kell nekünk folyamatosan alkalmazkodni, és a vállalatoknak is. A vállalatnak az alkalmazkodása, vagy vállalkozásnak az alkalmazkodása, az a szervezetnek az alkalmazkodásával szorosan összefügg. Tehát ez nem egy, és ez egy nagyon fontos dolog, ez nem egy egyszerű technikai mutatvány. Nagyon nehéz az is, hogy folyamat, miért hoztam is folyamatmenedzsment programunkról anyagokat, meg mi csináljuk ezt régóta, de ennek nem csak egy folyamat és rendszer oldala van, amit önmagában ki lehet matekozni, az se egyszerű. Amiről most beszéltünk sokszor, akár a szabályban, vagy minden megfelelünk a követelménynek. De ennek az emberi oldal, hogy át tudjuk vinni ezeket a változásokat a napi gyakorlatba, ez legalább ennyire fontos, és hogy az emberek képesek legyenek ezt lekezelni. Azt a változás mennyiséget. A változásoknál van egy olyan mennyiség, aminél gyorsabban már nem tudjuk befogadni ezeket a változásokat, nem tudjuk lekezelni. És ugye ez is fontos, hogy ebben hogyan tudjuk segíteni, támogatni ugye a munkatársakat, hogyan tudjuk felkészíteni a tulajdonképpen a szervezetet arra, hogy ezeket a változásokat kezelje. Egyszerű kis játékot javaslok, hogy a változásokról beszéljünk, és akkor az első fólián ugye megjelenik, hogy a vezetőknek ebben fontos szerepe lesz. Tehát a vezetőnek az egyik szerepe, amit jól ismerünk, a mérleg egyik szerepényébe berakjuk azt, hogy fenntartás, stabilitás a meglévő rendszerekbe az, hogy hozzuk azt a teljesítményt, amit megígértünk a mostnak, mondjuk, vagy a tulajdonosoknak hozzuk azt a költségszintet, azt a profitot, de a másik oldalról ott van a változtatás, mivel hogy változik a környezet, a meglévő rendszereinket folyamatosan hozzá kell igazítani, és a képességeinket, folyamatainkat a környezeti változásokhoz. Ez egy folyamatos alkalmazkodás. Aki nem változik, aki nem fejlődik, aki nem tanul, az mondhatjuk, hogy meghal. Kialunk mind a dinoszauruszok, vagy kialnak azok a cégek. Tehát most már nem feltétlenül azok a cégek lesznek a nyertesek, ezt látjuk, akik a legnagyobbak és a legerősebbek. Bár azok be tudnak vásárolni, hogy ügyesek egyébként, gyors, dinamikus, kicsi, ügyes cégeket, és akkor ők ebből folyamatosan tudnak szinten maradni. De azt lehet mondani, hogy azok, akik gyorsak, akik ügyesek, igazán inkább gazellákra van szükség most, és nem mamutokra a mai világban. Tehát nagyon gyorsan kell tudni lekövetni a folyamatosan változó piaci helyzetet. És ebben nekünk ez egy lehetőség is egyébként, majd Magyarországnak is, például az elektromos autózásban is, vagy pedig az önvezető autó és egyéb. Itt a Bosch ilyen szempontból letette a névjegyét, mert elég sok fejlesztést idehoztak, de a Knorr-Bremse, a Continental, azt gondolom a ThyssenKrupp. Tehát Magyarország, most ez csak egy példa autóipar, de el lehetne mondani mondjuk gyógyszereknél, ugye a generikus vagy a bio hasonló gyógyszerek, tehát ott is vannak olyan kitörési pontok, ahol a magyar gazdaságnak azt gondolom vannak nagyon komoly kitörési lehetőségei. Az információ technológia önmagában nem annyira investíció igényes, szintén egy kitörési pont az exportbevételnek egész nagy része egyébként informatikából jön már most is. A lényeg az, hogy itt a változásokat, azt mind lehetőséget is meg lehet élni a cégeknél, mert kicsit újra húzzuk a játékszabályokat, újra rajzoljuk a pályát, és ebben utána újra lesznek osztva a lapok. Na most ebben a történetben a vezetésnek minden szempontból nagyon fontos feladata, hogy megfelelően tudjon erre reagálni,
ezeket tudja kezelni, és aztán ezt tudják kezelni az emberek is. És amit én gondoltam most, ugye, hogy hogyan viszonyulunk mi ezekhez a változásokhoz, az egyszerű kis játékot javasolnék, hogyha benne vagytok, az pedig az lenne, hogy mindenki keresse magának egy párt. És annyi lenne a feladat, hogy most, ahol ülünk, valaki pár segít nekünk, és csak annyit kell csinálni, hogy mi becsukjuk a szemünket, de tényleg próbáljuk meg azt, hogy becsukjuk a szemünket, és a párunk segít nekünk abba, hogy helyet cseréljünk vele, és akkor leültet minket egy székre. Jó? Ezt a vagy valamelyik székre itt mellettünk a környék ültessen le, jó? És akkor döntsük el, hogy ki az, aki szeretne tulajdonképpen ennek a részese lenni, hogy ő maga kipróbálja azt, amikor csukott szemmel, hogy ilyen történet megtörténik vele. Lehetséges, hogy nem is ismertük a mellettünk ülőt, lehet, hogy már régről jól ismerjük. És utána egy kicsit akkor megkérdezném a tapasztalatokat, hogy ki hogyan élte meg, jó? Ez egy félperces mutatvány, de próbáljuk ki, jó? És akkor kicsit át is mozgatjuk magunkat. Én szívesen, hogyha valakinek még kell pár, akkor jövök, és akkor leszek én is a segítő. Jó, aki még akarja ezt tapasztalni. Jó, mehet? Na? Ja. Jó, és akkor csukott, ezt Sanyival vállalod? Gyere. Nem, csak hogyha oda fél. Ah, jó van. Jó, van, foglalj helyet. Na. Jó? Megtörtént? Na. Oké. Okay. Jó, itt különböző technikákkal mozgattuk itt a társunkat. Hát milyen érzés volt? Ugye ki hogyan élte ezt a történetet meg? Ugye, és mi az, ami esetleg segített, nem segített, hogyan működött ez a dolog? Látok? Igen? Volt egy bizonytalanságérzés, ugye? Fölállok, merre megyünk, mi lesz, elesek-e? Én a Sanyit kicsit megtréfáltam, elindítottam a hátra, azt visszaütettem ugyanarra a székre. De mondom, itt valami, mit csinálsz? Ugye már ott oppá, az elején még megvolt a bizonytalanság. Ismerem a Balázs, persze. Igen. És hova fogunk? Volt egy elképzelésünk, hogy mi fog történni, és milyen érzés volt, amikor nem az történt, ugye? Már bizalom, mi volt a bizalom? Úgy hús, ugye? Az, annyira nem érted, hogy nem csinálok nagy bajt. Nagy baj nem lesz, de ugye? De egy furcsa érzés, ez egy kis változás, ugye? Mi a változás? Egy állapot átmenet A pontból B pontba. Egyik székről másik székre. Ilyen változásoknak a sorozata tulajdonképpen, ami a cégnél történik. És milyen érzés az, amikor nem tudjuk pontosan, hogy mi fog történni, amikor nem mi irányítjuk? Még az eszközösen hova ülök le, összetörik alattam, stb. Egy új rendszernél adott esetben. Tehát, hogy ezt megélni, aki megélte most ezt, ugye az lehet tudja magát képzelni abban a helyzetben, amikor a munkatársakkal történnek napi szinten ilyen dolgok. Egy vonalkód bevezetése, egy eddig ugye, mondjuk, vagy egy elektronikusan rendszerbe kell dolgozni, eddig meg ugye indigósan dolgozott mondjuk a postán, tehát, vagy egy elektronikus számlázás. És akkor ott van egy új rendszer, angolul beszélnek, jönnek Németországból valamilyen tanácsadó cég, aki installálja, itt írt alá, leoktattunk, és már el is ment, és ott van, hogy úristen, holnap mi lesz? Holnap már nekem kéne használni? És ugye, tehát ugye ezek azok a történetek, amiben azért nem mindegy, hogy hogyan éljük meg ezeket a változásokat. Mert a változás egyik oldalról jó dolog. Hogyha azt mondom, hogy megtervezhetitek azt, hogy akkor mit tudom én, van rá 500 000 forint arról, hogy elutazzon a család valahova, mit tudom én, a jövő héten, és akkor ez rajtatok. Akkor az egy pozitív változás lehet, ugye, főleg ha megkapjuk még a Szabit is, nem minden, és nincs valami határidős munka, akkor az embernél úgy éli meg, hogy tök jó. Vagy mondjuk, amikor mi akarunk átköltözni az új lakásra, ami 2 szobával nagyobb, vagy van egy új nyaraló, vagy elmentünk, és akkor épp az új hotelszobát ugye kitapasztalják a gyerekek, hogy hú, akkor itt mi van, meg hogy van, jaj, de izgalmas. Tehát, hogy ez a része, ez egy kellemesebb változás, ugye? Ugye ez egy lehetőség, hogy egy új helyet kipróbáljunk, lássunk, új embereket megismerjünk. Egy utazás sokszor föltölti az embert, ugye? Ez a pozitív oldal. De azért nem mindegyik ilyen, tehát nagyon sokszor az emberek ezt nem így élik meg a cégen belül is, amikor ugye nem rajtam múlik. Amikor mások döntenek helyettem, amikor kényszerek vannak, rajtam van a teljesítménykényszer, a felelősség, és közben ugye nem tudom irányítani a dolgokat. Az egy milyen érzés? Egyik legerősebb stresszforrás, ugye? Vezetőtől top menedzsmentről lefele, és hogy én már mondjuk egy csapat vezetőnek
változás, és még azt kell akkor mindenkinek. És ezt átadni neki. Tehát hogy ez egy kőkemény kihívás, azt gondolom ebben a helyzetben, és ezekkel az emberekkel kéne elérni sikereket, és egy irányba mozdítani az egész céget. Na most azért is mondtam, hogy próbáljuk ezt az egyszerű kis játékot, mert azt lehet mondani, hogy a változás, ugye itt a sorolóforma megvolt, ugye Rosalind Kantor, a Harvard Egyetemnek az egyik ilyen change management-tel foglalkozó professzora, ő mondta azt, hogy ugye a változás egy lehetőség, amikor mi visszük végbe, és egy fenyegetés, amikor velünk történik. Tehát, hogy sokszor ezt én fenyegetésnek éljük meg, egyfajta bizonytalanság, ez egy kontrollvesztés, és ebben a helyzetben ugye az ember kimozdul abból a komfortzónából, és kimozdítják, és egyre gyorsabban, egyre többször mozdítják ki. Tehát amikor mi ugye nagyobb folyamatfejlesztési projekteken dolgozunk, mondjuk egy önkormányzati tulajdonú céghez elmentünk, vagy egy régi, hagyományos, mondjuk azt, hogy még egy régi rendszerben is működő vállalathoz, ami lehet egyébként egy Siemens vagy egy GE is, de hogyha bemegyünk, és mondjuk a 100 éves falak közé bemegyünk ugye a Tungstramba, ott még voltak olyan, amik még a régi rendszerben maradtak jó dolgok is, mert az egy haladó cég volt ott, meg vannak, amit úgy meg... És ugye itt átvinni változásokat, amikor mi már tudjuk, hogy ezt így kell, meg így a jó, az egy nagyon kemény feladat. És az elején azt lehet mondani, hogy a változó képessége egy szervezetnek nagyon lassú. Ez nyilván a korral is függ, a technológiától, sok mindentől függ. Vannak tradicionális cégek. Még a Toyota, aki Lean-be ugye az alapja, ő is egy hagyományőrzőbb cég egyébként, tehát nem az, ami az nagyon innovatív cég. Folyamatosan ők is változnak, de lassan, lépésről lépésre. Egy konzervatív módon ezt nevezzük Kaizennek, ugye érlelik ki a megoldásokat. De most olyan szintig, és ez náluk is érdekes, és ők is ezen gondolkodnak, hogy például a németek meg az amerikaiaknál jön az IoT, IoT, digitalizáció, ipar 4.0, hogy teljesen ugye ez is átalakíthat iparágokat, meg átalakulnak dolgok, és ezekben a történetekben azért Toyota is egyébként nagyon sok fejlesztést saját maga csinált, például a Denzonnál találták ki a QR kódot, valahol láttam, itt van ugye a minőségtársaságnak, halad a társaság is ugye, a QR kód az a Denzonnak például az egyik fejlesztése, tehát nem lehet azt mondani, hogy ők nem innovatívak, de ennek nem olyanok, hogy hirtelen akkor, mint a Tesla, akkor úgy adjunk ki egy autót mondjuk a piacra, hogy még ki sincs találva. Aztán majd menet közben kitaláljuk, és azt megcsinálja Tesla, hogy megveszed az autót, nincsenek benne minden funkció, fizetsz érte, aztán majd menet közben a frissítésekkel megkapod. Tehát, hogy ez az agilis fejlesztés mondhatjuk, így ez megint egy másik irány, de azt lehet mondani, hogy megjelentek ezek a cégek, és tulajdonképpen olyan megoldások a piacon, ami alapvetően challenge-eli a meglévő ugye, technológiákat, meglévő hagyományos rendszereket. És ezekben a változásokban kérdés az, hogy ezekkel hogyan tudunk mi is cégszinten ugye lépést tartani, és melyek azok a változások, amikkel kell együtt haladjunk, és melyek, amelyik még nem. Tehát a digitalizáció szerintem az például egy olyan téma, hogyha egyetértetek vele, ami mindenkinek az életét a következő pár évben érinteni fogja, és érinti már most is. És ennek csomó pozitív oldala is van, hogyha egy adóbevallást kell csinálni az ügyfélkapukba. Állami szinten is azt gondolom, hogy Magyarország előrébb van, mint nagyon sok egyébként európai ország, tehát ebben egész jól haladunk. És itt jöhetnek mondjuk az elszámlák, és ezen dolgoznak bankok is nagyon komolyan. Szinte a biztosító társaságoknak már nincsenek is ugye székhelyben ügyfélszolgált irodáim lassan, ugye, mert minden elektronikusan, meg ugye telefonon történik velük már a legtöbb része. De azt lehet mondani, hogy itt nagyon komoly átalakulás van, és megszűnnek bizonyos munkahelyek, és keletkeznek újak. Tehát ugye ebben nagyon sok változás van, azt gondolom, ami minket a napi szinten érint, hogy Sanyi említette, ugyanilyen volt a mobil technológiának az alkalmazása és ennek a lehetősége is, amelyek tulajdonképpen ezek a technológiai változások, amik az elmúlt néhány évben végbe mentek, ezek a mi napjainkra, a hétköznapjainkra is hatással vannak, a mi munkamódszerünkre is hatással lehetnek, és amit gondoltam, hogy ezt egy kicsit majd végkére gondolni, hogy ezekben tulajdonképpen hogyan tudjuk azokat a változásmenedzsment eszközöket, módszereket, egy-kettőt mutatnék be itt ezen a kis workshopon, hogyan lehet használni, és hogyan lehet erre fölkészülni adott esetben, mondjuk céges szinten, vagy akár családi körben. Minden változásról el kell mondanom azt, hogy plusz energia befektetést igényel. Tehát nincs, ugye az energia törvény, és ugye fel akarok emelni mondjuk egy tömeget, egy magasabb szintre, ugye egy magasabb energiállapotba akarom hozni, akkor az energia befektetést igényel pluszba. Munkát. Magyarul nincsenek csodák, nincs perpétuum mobile, a változás magától nem történik, ha történik, az inkább ugye egy szétesés. Tehát a rendet azt fenn kell tartani minden egyes társadalomban, és ez a feladat a minőségirányításnak is többek között a cégen belül, hogy a meglévő rendet fenntartsa, és ugye a folyamatokat kézben tartsa. Ez önmagában már energiát igényel. Csak hogy megtartsuk ugye egy szintet. Hogyha nem csinálunk semmit, akkor inkább egy szétesés van ugye ezeknél a folyamatoknál, vagy bármilyen területnél, és egy rendetlenség kezd keletkezni. Ami fontos,
hogy ha valamit változtatni akarok, az plusz energiát igényel. Tehát az emberektől is plusz energiabefektetést igényel. Ő azért nem biztos, hogy kap több fizetést, ugye? Ő ugyanazt fogja megkapni. Az embernek ugye a fizetésében nem lehet minden változást elérni, nem lehet elérni neki a kaizeneket, hogy javaslatokat tegyen és javítson, nem lehet kötelezőt tenni, mert akkor az olyan lesz, mint a szocializmusban, hogy olyan ötletek fognak bejönni, ami aztán senki semmit nem tud kezdeni. Tehát ezeknek ugye belső motivációból kell fakadnia, hogy tényleg működjön, és őket ebbe a történetbe, hogy erről volt szó, már valamilyen módon be kell vonni. Ez számukra is fontos kell, hogy legyen. Ez a plusz energiabefektetés, erőforrás, igény, ez nagyon fontos, hogy a cégeknél valamilyen módon ezt mi honnan álljuk, ezt mi tudomásul vegyük, hogy aki többet tesz értünk, azt valamilyen módon, akár úgy, hogy képzések, akár úgy, hogy lehetőségeket, valamilyen módon ezeket értékelni kell, mert ez nem magától értetődő. És ami fontos ugye, hogy a változás, ha van, akkor érzelmi reakciókat is vált ki. Pozitív is lehet, negatív is lehet. Örömöt, lehet bánatot, lehet félelmet, valamilyen reakció lesz. És ami még talán érdekes volt ebből a kis játékból, hogy mi az, ami segített egyébként ebben a kis változásban nektek menet közben, vagy mi az, ami segíthetett esetleg a félelem vagy a bizonytalanság csökkentésében közöttetek? Volt-e valami fajta kommunikáció? Igen, ez nagyon-nagyon fontos, hogy hogyan kommunikálunk. A kommunikáció, az információk, tehát a bizonytalanság ugye az az egyik oka a félelemnek a változásoktól. Tehát ha tudunk kommunikálni, folyamatosan információt adni, kapni egymással menet közben, akkor jelentős mértékben csökkenthető a bizonytalanság, ezáltal az ellenállás is. Tehát az érzelmi reakciókról, ha tudom, hogy mi van és erről kapok információt, akkor látom másiknak az állapotát, és ennek megfelelően be tudok avatkozni, vagy tudok számára olyan információkat adni, ami segíti őt abban a folyamatban, hogy ő megfelelően tudja az új helyzetbe megtalálni a helyét, a szerepét, és számára ez komfortos legyen. Tehát a változásról elmondhatjuk, hogy minden napnak most már része, tehát hogy meg kell tanulni a változásokkal együtt élni. És ugye azoknál a cégeknél, ahol sok a változás, tehát mondjuk olyan cégeket, hogy Jabil, Flextronics, ugye bérmunkagyártók, de elmondhatók az összes ilyen SSC. Ezek olyan tulajdonképpen feszített tempóban dolgozó, folyamatosan változó szervezetek, 500 embert fölveszünk, 400-at elküldünk, ezt a technológiát, jövő héten már a másik soron dolgozom, már nincs is ott az a gyártósor, az a kollega elment, az a termék, pár éve még a Jabil csinálta a BlackBerry telefonokat, már az egész ugye tulajdonképpen már maga a BlackBerry vagy a Nokia is, amik a legnagyobb vevőjük volt, annól már nincs, de helyette van most egy megint másik cég, az lehet, hogy most autóipari. Tehát, hogy olyan szinten gyorsan változik a környezet, hogy ezek a cégek időtől már megszokták, ugye, és a fiatalok tudják, hogy igen, de mindig lesz valami, mert mennek majd a szélzesek, hoznak új projektet, arra rákészülünk, megoldódik. Közben néha fölvesznek 1000 embert, mert most éppen egy nagy biznisz jött be. Ha meg lejárt az a projekt, vagy elvesztették, vagy egy másik helyre adta át ugye a beszállító, vagy a vevő, akkor lehetséges, akkor ott éppen elválnak emberektől. És ugyanez elmondható, hogy egyébként szolgáltatásban is egyre inkább most már az államigazgatásban is, hogy egyre több változás van. Az emberek kezdik azért most már megszokni ezt a változást. Pár évtized az emberek egész életüket egy cégnél húzták le. Aminek egyébként csomó előnye is van, de azt lehet mondani, hogy ilyen szempontból is most azért nagyon sok változás volt, és a mai fiatalok már ezt máshogy látják. Lehet, hogy ők már olyan gyorsan váltanak, hogy ezt már a cégek nem tudják lekövetni. A változások további változásokat generálnak, és egyre gyorsabbak, erről beszéltünk. Na most az első lépés a minden változásnak az, hogy új gondolatok, új ötletek. Azért mondtam, hogy az oktatás, a tanulási képesség nagyon fontos, hogy folyamatosan tudjon tanulni a szervezet, és képes legyen alkalmazkodni. Az első lépés az, hogy megismerem a technológiát, az ipar 4.0, mint divatos szó, ugye az iparban előjött, de ugyanúgy digitalizáció, ez egy ilyen varázsszó a bankokba, és most tulajdonképpen ez áthatja tulajdonképpen szinte az egész gazdaságot. Ez egy olyan történet, amivel valamilyen módon nekünk is ebben meg kell találni a szerepünket, meg azért helyén kell ezt kezelni, mert attól még nem fog minden elgőzösödni, ahogy beszéltünk, nem lesz minden virtuális, hanem azért vannak olyan fizikailag megvalósítandó tevékenységek, ami úgy, hogy szükség lesz. Tehát ezt is a helyén kell kezelni. Tudatos változás tanulással kezdődik. A változást vagy mi generáljuk, vagy megéljük, és ettől függően, ugye a szerepünktől függően is érezzük magunkat komfortosan, vagy kevésbé. Minden napjainknak a része, igen, és ami fontos, hogy ha meg akarjuk, értékelni akarjuk a változásokat, hogy ez most jó volt, pozitív vagy nem, akkor az egyik fontos történet az, hogy eljutottunk a kívánt állapotba. Csak nyilván lehet ezeket véráldozatokkal, csomó demotivált kollégával, ostorral, ugye, ez egyre kevésbé működik, amikor fogja magát a szabadságba és arrébb megy egy másik céghez, tehát most már azért
ugye az embereknek sokkal nagyobb a szabadsága, mint pár éve, sokkal nagyobb a választási lehetőség is. Ez igaz az ügyfelekre is, igaz a dolgozókra is az elmúlt néhány évben már, és a beszállítókra is egyre inkább. Megfelel a várakozásunknak ez az állapot. Stabil, fenntartható helyzetet teremtettünk-e, tehát utána, hogyha ott hagyom azt azon a ponton, mondjuk ezt, akkor ez innen nem esik el, nem gurul el, ugye? Tehát, hogy ott akkor megáll-e, amikor én az új állapotba hoztam. Ez is egy nagyon fontos dolog, mert akkor tudom én elengedni, különben nekem folyamatosan, mint vezetőnek, vagy mint felelős kollégának, arról kell gondoskodnom, hogy az ott működjen, nekem kell tartanom a tetőt, mondjuk. Elégedettek az érintettek, és erről majd beszélünk a stakeholder elemzésről, ugye az érintettek vagy stakeholderek elégedettek-e majd az eredményével, mert ha nem, akkor ők majd befolyásolni akarják valami irányba azt a történetet, milyen valamilyen pozíciót tudnak ők nyerni, és folyamatos tulajdonképpen mozgásban lesz ez a történet. És a szervezet egyes tagjainak túlzott ráfordítása nélkül ment a végbe. Ugye, tehát ezeket érdemes átgondolnunk, amikor egy-egy ilyen nagyobb változás van, mert minden meg lehet oldani, van elég ember, van elég akarat, csak kérdés, hogy ebben mennyire fog sérülni a szervezet. Tehát egy-egy műtétnél lehet látni, hogy vannak olyan tanácsadó cégek, én nem nagyon pártolom ezt a megközelítést, akik odaérnek, és akkor kockás papíron kiszámoljuk, hogy hány ember hol kell, és megkapja a vezető feladatba, hogy akkor tessék megoldani akkor ez a feladat, mi kiszámoltuk, ennyi emberrel kell, és így kell megcsinálni a dolgokat. Na most ilyen jellegű történetekben ugye lehet megtakarításokat találni a cégeknél, amikor jönnek a válságok, akkor ezek a típusú, akár menedzserek, akit a központból küldenek, ugye meg szoktak jelenni. Ugye először a bad guy, aztán majd jön a good guy, aki utána majd egy kicsit, ugye, amikor már nagyon viharvert a cég. Ha ilyeneket megéltetek, ugye szoktak lenni ilyen hullámok, akkor ő próbálja aztán utána újraépíteni a lelkeket meg az embereket. És bizonyos időszakonként ilyenfajta hullámok, hívhatják downsizingnak, rightsizingnak, átalakítás, reorganizáció vannak a cégeknél. Aztán vannak olyan változások, ami a új technológiából adódik, új berendezések, új gyártósorok, informatikai rendszer, egyre inkább, ugye, és ezekkel való együttélés, ezeknek az alkalmazása, ami szintén ugye megjelenik a cégeknél, amiben aztán nagyon sokszor azt lehet tapasztalni, hogy a dolgozókat nem igazán kérdezik meg, nem? És akkor megpróbálják lenyomni, és akkor van az, amikor ugye hallottuk az előadásban, hogy még mindig a régi rendszerben dolgoztak, pedig a központ már mondta, hogy most már az újba kéne dolgozni. Tehát, és nem biztos, hogy nekik egyébként az új rendszer jobb. Mert lehetséges, hogy egyébként a régi rendszerben már annyi változás volt, annyi kis javítás volt, annyi kis ötletes dolog, ami mind arról szólt, hogy tényleg tudjuk használni, ami az újból még mind hiányzik. És a kérdés az, hogy mondjuk egy ilyen helyzetben, vagy ilyen van, akkor hogyan tudom mégis az embereket arba az irányba ugye, mozgósítani, az új rendszert használják. Mit kell nekem azt tenni? Nekem nyitottnak kell lennem arra, hogy milyen problémáik vannak vele például ugye, abból az új rendszerre, mi az, ami abból hiányzik, és a másikban megvan. Tehát megint csak plusz erőforrással, odafigyeléssel, kommunikációval, tanulással, fejlesztéssel, valószínűleg az új rendszer is alkalmassá tehető egy idő után sok-sok energiafektetéssel arra, hogy arra a szintre, arra akár az energiaszintre, amin a régi rendszer működött, arra eljutassuk. De addig az emberek alapvetően valószínűleg bizalmatlanak lesznek az új rendszerre, mert tényleg nem tudja azt, amit a régi tudott. És egy ideig rosszabb lesz, mint volt. Ez a szenvedés völgye, erre is lesz majd egyébként egy ábra. Tehát ugye a változásnál általában át kell menni a szenvedés völgyen. Mindjárt mutatom majd ezeket is. Csináltam egy kis modellt, ez a vezetői konferenciánkon, most már az 5. vezetői best practice fórumot tartottunk, azon mutattam először meg ezt a kis ábrát, ami azért érdekes, mert ezt én a saját tanácsadói tapasztalatomból gyűjtöttem össze, hogy tulajdonképpen a változásoknál sokszor az is a gond, hogy nincs elég erőforrás hozzá. Tehát ha azt mondjuk, hogy itt van mondjuk az a csapat, akinek be kell avatkoznia, mondjuk egy projektteam, és ez pedig az a szervezet, amit meg kell változtatni, akkor annak a szervezetnek van egy tömege. Hogyha mondjuk egy MOL-ról beszélünk, vagy lehetne mondani, hogy bármilyen nagy céget, vagy egy Paksi atomerőmű, tehát olyan méretű, vagy egy MÁV, és lehetne mondani, hogy olyan méretű szervezetekről beszélünk, hogy ezt megmozdítani, ezeket a szervezeteket, ugye, hogy a tömegszer, ugye a sebesség, ugye, még az impulzust így ismerős talán, ugye ez hihetetlen energia kell hozzá, hogy ezt megmozdítsuk, hogyha nem rakunk bele elég energiát. Ha a szervezeten lévő kulcs szereplők, az aktorok, amiről beszéltünk itt korábban, nincsenek elegen, és nekik mondjuk 5 projektben kell mindegyikben teljesíteniük, akkor nem tudok annyi energiát belevinni, mert ugye itt van az, hogy a projektben résztvevő kulcsemberek száma és kompetenciája, és itt nagyon fontos a kompetenciája, a tudása is, ez mondjuk azt, hogy az M1, szorozva a projektre ráfolytott innő energia per nap és megfelelő irányozó beavatkozás, tehát hogy jó irányba hasson, ugye? Tehát ennek a vektornak van egy iránya, és egyáltalán jó irányba fejtem meg ki az erőfeszítéseket. Ez meghatározza azt a behatást,
amennyi energiát én jó irányba, abba, hogy elmozduljon ez a másik golyó, ugye a szervezet, be tudok vinni. De hogyha én nem tudok itt elegendő energiát bevinni, rossz irányba viszem be, nem kompetens emberek viszik be, vagy nem tudunk elég energiát ráfolytani, mert még 25 másik projektben van benne mondjuk az a kulcsember, akit tulajdonképpen mindig azt a lovat terhelik, aki leginkább húz, és ha benne van 5 projektben, a legjobb szándéka ellenére se tud úgy haladni. Én magam a saját cégemnél tapasztalom azt, hogy annyi projektben vagyok benne, és annyi területen kell helytállni, és tényleg jól teljesíteni, hogy nem úgy haladnak, mint haladhatnának ezek a dolgok. Tehát a fókuszálás, hogy mi az a néhány dolog, ha tényleg aktívan, intenzíven be tudok vinni, és ha oda beviszek energiát, akkor ott tényleg komoly változás van, vagy ha többen viszünk be, mert van még néhány olyan kollégám, és itt van a szervezet és a csapatépítése, akivel együtt tudunk bevinni energiákat jó irányba, megfelelő kompetenciával, akkor ott hamarabb tudunk elérni változást. Na most, hogyha ez lassú ez a változás, akkor mire elmozdul az a nagy tömeg, addigra lehet, hogy már nem is ezt akartuk volna csinálni, mert addigra már annyit változott a környezet, hogy akár egy rendszer mondjuk bevezetésnél, vagy egy szoftveres fejlesztésnél, már ideje múltja, aztán már nincs is értelme. És itt jön az, hogy igazándiból az a tapasztalat, megint csak amit én látok változásmenedzsment szempontjából, hogy a Kaizen jellegű kisebb lépésben történő változások, változtatások, amikor limitáljuk és ilyen pilot projektekben bizonyos területeket lehatárolunk, ott gyorsabban tudnak eredményt elérni, mert ha túl nagy falat van, ezek a nagy rendszerbevezetések cégeknél, ami több évre elhúzódó, egy-két ilyen ügyfélszolgálati rendszerét lecserélte valamelyik nagy telefontársaság, vagy el lehet mondani a cégeknél egy core rendszer, a bankoknál például. Ezeknél ugye olyan komplexitás és annyi embert érintő történet, hogy sokszor mire már elkészül a rendszer, lehetséges, olyat váltott a gazdasági környezet, a szabályozás, a technológia, hogy már a fele esetleg már nem is úgy csinálnánk. Viszont ha ez gyorsabban megy, agilisabban megy, és egy meghatározott idő mellett betűjük, akkor van sikerélmény, és a sikerélmény fogja majd táplálni azokat a további erőforrás és időbefektetéseket, ami meg ahhoz kell, ugye erről az oldalról, hogy egyáltalán mozogjunk. Mert az emberek nem látják, hogy csak tolom, és semmi nem történik, mert meg sem mozdul az a nagy történet, akkor nem érzik hasznosan. És nem csak azért, mert most fizetünk nekik, vagy nem, ha az ember szereti, valamit csinál, akkor annak van eredménye, van értelme, ugye azért választottuk ezt a hivatást. Ha iszapbirkózás van, ugye, mert sokszor az van egy jó ideig, akkor idő után abban belefáradnak az emberek, és ha 3-4-5 ilyen iszapbirkózás volt, a következőben már azt mondja, én már nem akarok, köszi, én ebből kimaradnék. És akkor inkább, és az is egy veszélyes történet, ha valaki meg beleáll, akkor abban el lehet vérezni. Tehát egy ilyen változási projektben, ha valaki csöndbe kívül marad, az lehet, hogy több ilyen ért megél, ha meg ő odáll az élére, és nem sikerült, akkor meg ugye onnan nagyot lehet esni. Tehát egy kockázata is van ennek a dolognak. Márpedig, ha jó emberek nincsenek benne, kulcsemberek ebbe a történetbe, akkor valószínű, hogy az a fajta változás nem is fogjuk tudni elérni, amit szeretnénk, mert a tudás nélkül megfelelő irányú átalakulást, változást, megfelelő kompetenciájú emberek nélkül nem fogunk tudni elérni. És ezeket érdemes átgondolni, ezt azért hoztam így modellként, mert például én azt látom, hogy nagyon sokszor alulbecsüljük, hogy mennyi energia kell, és a kulcsembereinknek nem adunk időt. Tehát ha nekem az idén az a problémám, hogy aláírt szerződéseink vannak nem egy céggel, és egyszer azok a projektek nem adnak elég időt, erőforrást, energiát, nem is a pénzről szól, mert igazán most erőforrás még lenne, hogy fizikailag végigvigyünk folyamatokat, nem dedikálnak hozzá embereket, nem készülnek időre az adatok, stb., és nem tudunk haladni. Úgy nem lehet, hogyha nem dedikálunk vagy mi, vagy ugye a partner elegendő erőforrást a projektbe, akkor nem lesz elegendő elmozdulás. Ez viszont már ugye a vezetésnek kell ezt tisztán átlátni, és ennek megfelelően, hogyha neki fontos, akkor tényleg dedikálni erőforrásokat. Én azt látom, hogy Magyarországon, és itt most annyi nem mondta el, de ugye például hogy állunk mondjuk akár innováció, oktatás és egyéb oldalról Magyarország mondjuk a környező országokhoz képest, kezdünk lemaradni. Nem csak a németekhez képest ugye nő ez a gap, hanem itt a környező országokban is talán dinamikusabbak, gyorsabban fejlődnek, rugalmasabbakban fejlődnek akár a lengyelek, akár a csehek, mint a magyarok. Tehát az, hogy csak erőből toljuk a dolgokat, abban sok tartalék már nem lesz valószínűleg Magyarországon. Románok is jönnek? Azt nem gondoltam, hogy ők, de komoly, és hát a szerbek is. Tehát azt lehet mondani, hogy ebben a történetben azért itt versenyhelyzetben vagyunk. A változásnak nem tudom ki az, aki ismeri ezt a modellét. Ismeritek? Ez a Kurt Lewinnek a modellje. Ő az egyik ilyen változás tulajdonképpen menedzsmentnek a szülőatya. Kurt Lewin még az 50-es években vizsgálta a világháború, meg 40-es évek világháború környékén és után tulajdonképpen szociológiai szempontból az embereket és a viselkedést. Ő azt mondta, hogy három fázisa van a változásnak. Az első a felolvasztás. Itt is ugye gondoljunk egy jéggolyóra. Energiát kell bevinnem ahhoz, hogy megváltozzon a formája. Úgy, amikor energiát bevittem, akkor van egy átalakulási fázis. Ebben az átalakulási fázisban, a mozgatásban,
ott ugye egy bizonytalanság van. Ez milyen érzés, amikor mozogtunk csukott szemmel, ugye, itt akkor egy erős kontroll kell. Tehát azt tudnom kell, amikor változtatok, vannak ilyen időszakok, erősen mederbe kell terelni ezt a vizet, hogy adni kell neki egy formát, hogy ne folyjon szét. Mert ha nem adunk neki egy rendszer átállást, amikor már régi rendszer nincs, de az új még nincs, akkor nagyon fontos, hogy ebben valamilyen módon mi tudjunk ugye ebbe a történetbe egy kontrollt gyakorolni a mozgatásnál. Az emberek is azt érezzék, hogy itt nem fognak elcsúszni a dolgok, nem lesz ebből nagy baj, nem fogunk hasra esni. És utána jön a megszilárdítás fázis a mozgatásnál, amikor átvittük A-ból B-be, akkor ebben a B pontban, ebben az új ideális állapotban, ha a tervezett állapotot elért, itt meg kell szilárdítani. Itt jön megint a standardizálás, szabályos munka, újra leszabályozás. Tehát van egy olyan átmeneti időszak, amikor a szabályokat kicsit elengedjük, ugye, a szabályozásokat is, amikor az átalakítás van, és utána egy új standardnek az alkotása, új leszabályozás, amikor az új folyamat kialakult. Ez a megszilárdításnak a fázis a jövőbeli állapotban, kvázi befagyasztjuk, ugye, és akkor a kockából lesz mondjuk egy jéggolyó. Vagy lehetne ez fordítva is, abban a formában, amit mi szerettünk volna. És ott ugye nagyon fontos, hogy ez a fajta megszilárdítás, és ennek a, mondjuk az értékelési, ösztönzési rendszerekbe való becsatornása, az integrálása a meglévő rendszerek közé az új folyamatoknak, ez is megtörténjen, hogy fenntartható legyen ez a változás. Ezt a három fázist lehet megkülönböztetni. Most ami fontos, hogy ugye rengeteg területen, itt csak néhányat soroltam föl, vannak változások, ugye, amiket ti magatok is megéltek, és nem egy változásban vagyunk benne, hanem párhuzamosan nagyon sokba. És mindegyik valamilyen oldalról azt akarjuk, hogy ebben tényleg történjen előrehaladás, ez tőlünk energiákat, időt igényel, és a kulcsembereknek ugye jó néhány ilyen projektben párhuzamosan kell benne lenni, vagy a vezetőknek is. A kérdés az, hogy tudunk-e, és melyeknek tudunk elegendő energiát. Milyenek adunk zöld lámpát, minek piros lámpát, mert egyszerre minden nem megy. Tehát, hogy csodák nincsenek, és sokszor az a baj, hogy csodákat várnak a vezetőktől, és aztán utána, amikor nem sikerült, ha elküldjük, akkor aztán a végképp nincs, aki megcsinálja, tehát semmivel nem leszünk előrébb. A változás mozgató erők, ugye melegítjük az ember alatt a rezsőt, hogy ha a kényelmes és jó van, akkor az ember alapvetően egy kényelmes típus. A lustaság az azért viszi előre a világot, ugye, mert akkor feleslegesen nem dolgozunk, a lean is erről szól, veszteséget csökkentjük, felesleges mozgásokat, felesleges tevékenységet csökkentjük. Igen, de ugye, hogyha megfelelően van egy case for change, hogy így mondják ugye általában, hogy a változás szükségessége, ugye a változás mozdító erő, elkezdjük melegíteni az emberek alatt a rezsót. Érzik, hogy ez már nem fog így menni. Most ugye az autóipar belindult az elektromos autóval például, a környezetvédelmi szabályozások, az energetikai. Ezekkel voltak cégek, akik már régóta foglalkoztak. Volt, aki meg nem, akiknek kell ez a szakreferens például, hogy akkor menjen, aztán néha akkor kérdezzen le, hogy akkor tessék már adatot szolgáltatni. És itt ugye ezek mondjuk azt, hogy egyfajta ugye fájdalom bizonyos szempontból, és lehetnek erősebb, piszkáljuk. A menedzsment is piszkálja a bizonyos területeken a dolgozókat, hogy tessék megcsinálni. Tehát azt lehet mondani, hogy vannak olyan kényszerek, amik kiváltják ezt a változást, és hogyha ez elég erős a környezetből, és tényleg a valószínű környezetnek az igényei alapján lett megfogalmazva, és lefordítva a dolgozók számára, hogy miért fontos az, hogy te megtanuljál mondjuk számítógépen is adminisztrálni, mert a jövő az az lesz, vagy hogy nyelvet tanuljanak a gyerekek, és lehetne sorolni, akkor egy idő után ugye elindul egy átmenet, egy változás, amikor megmozdul az ember. Ez a változás, mint a rodeo, az kényelmetlen, mert ott energia, stb. Le is eshetek, bizonytalanság van. És utána, ami a jó hír, hogy mellé kell még egy gyógyír. Tehát, hogy azért kell egy jó jövőkép. Sanyi úgy fogalmazta meg, hogy true north ugye a cégeknél, valamilyen olyan ideális állapotot, ami vonzó. Ez amikor azt mondták, hogy India, mondta a Columbus, hogy elindulunk Indiába. Aztán Amerikába érkeztek, de volt nekik egy küldetésük, ugye, hogy valamerre megyünk, amivel az embereket ugye amögé ugye, mutatnak egy álmot. Magyarországnak is kell egyfajta jövőkép, hogy mi hogyan képzeljük el magunkat itt Európában, mit tudom én, vagy Közép-Európában x éven belül. Ez a fajta jövőkép, küldetés, ez nagyon fontos, ami mozgósítani tudja az embereket. Egy olyan Kánaán, amikor elindultak, ugye, és tényleg elindultak tömegek Amerikába, az volt, most már nem Amerika, ahova nem feltétlenül oda kell menni, de régen ugye ez volt, hogy Amerikába menj mindenki, ott van a szerencse földje, ugye? Ott van a vállalkozás, a szabadság, az aranyláznál akkor elmentek ott Yukonba, és akkor próbáltak, hogy keresték ott az Eldorálót, és emberek tömege indultak el, miért? Egy jó gyógy, egy jó hír miatt, hogy ott majd jobb lesz az ígéret. Nyilván azok indultak el, a fájdalom, ugye, az írek, és a németek, akik akkor ugye éheztek, a németek is, az írek is, a szegény emberek indultak ki, mert annyira rossz volt, annyira rosszul érezték már magukat, hogy most itt a migrációt is lehetne mondani, annyira rosszul érezték magukat a meglévő helyen, volt olyan fájdalom, hogy azt mondta, hogy na jó, ennél már az is jobb lehet, én elindulok. De viszont a másik oldal volt egy ígéret, aki onnan visszatelefonált, Soros Gyuri bácsinak a
telefonszámára, igen, gyertek, még nagyon jó lesz nektek. Nike cipőben, mert kaptam egy iPhone-t is. Na most, ugye most is vannak ilyen változások, akik az emberek elindulnak. Tehát azt lehet mondani, hogy egy gyógyír és egy megoldás, amiről elhiszik azt, hogy ez nekünk jobb lesz, és ha ez a kettő megvan, akkor az ember ezt a fajta rodeót bevállalja. Ha nincs ilyen, akkor nem biztos, hogy plusz energiákat beraknának az emberek, mert akkor kényelmesebbek vagyunk mi annál. Most a változásoknál, amit szerettem volna egy közösen megcsinálni, az pedig egy egyszerű kis erőtérelemzés. A változásnál vannak előre mozdító és hátráltató erők, és ezeket fontos nekünk látni. És én arra gondoltam, hogy ezt közösen, egy csapatban csináljunk meg egy egyszerű kis módszert, ez az erőtérelemzés, vagy force field analysis angolul, ugye erőterek, vannak a változást előre mozdító erők, és vannak a hátráltató erők. Ezeket, ha húzunk ide egy vonalat, és ezt a vonalat akarom elmozdítani, akkor ide föl fogjuk sorakoztatni az előre mozdító erőket. Hogy mik lehetnek, és ezt előre érdemes nekünk átgondolni, látni, hogy mivel fog járni, és a hátráltató erőket, ami meg abba az irányba ad, hogy ne történjen semmi, ami akadályoz minket abban, hogy ez a változás létrejön. Mindig vannak ilyenek. És az az érdekes, ha én erről nem tudok, attól még ezek hatnak. És azok az emberek is hatnak, azok az aktorok a cégen belül, ugye, amiről volt szó itt, ugye, a csöndet. Nem csak az ellenáll, aki hangosan megmondja, én már pedig nem. Mert az a tisztább, hanem a csöndes ellenállás. Ugye ezt tudta fölülrölni nagyon sokszor ugye, nagy rendszereket is, ugye, ez a lengyeleknél is például. Tehát, hogy ezek a csöndes ellenállók, ugye, ezek is ott vannak, és ezeket fontos, hogy lássuk, és ezeket tisztán lássuk, hogy hol vannak ezek az ellenállások, de ezek lehetnek rendszer oldalról is, technológia oldalról is lehetnek, és sok területen. Tehát előre mozdító erők lehetnek ugye az elégedetlenség, a meglévő helyzete, vágyjavulásra, felső vezetés támogatásra, ők akarják meg, jó a koncepció, tetszik. Követendő példák, tervek, elmegyek egy másik céghez, és kedvet kapok egy best practice látogatáson arra, hogy fú, ez tök szuper. Csak példaként mondom, tervezünk egy digitalizáció témába jövőre, most egyeztetem épp a GE-vel, elmenjünk a Veresegyházi gyárukba. Ugyanúgy a Sanyi mutatta ezt az Active Cockpit-et, és a Bosch is ebben azért elég sok mindent csinál. Az tényleg egy digitális gyár, és ők nem is hívták ezt Ipar 4.0-nak, már megvolt. Tehát a GE-nek a Veresegyházi gyárában ott szinte nincs is papír. Már papírmentes az egész működés, és már nem egy-két, már elég régóta ezen dolgoznak. Érdemes megnézni, és ha valaki oda elmegy, akkor abban rengeteg ötletet tud meríteni, és a vezetésnek elindulhatnak a gondolkodása azt, hogy mit lehetne csinálni. Előre mozdító erők, de ugyanígy vannak hátráltató erők, szervezeti ellenállás, ellenérdekeltség, a régi pozícióm nekem jobb volt, itt többet kell dolgoznom, romlanak a körülmények, a félelem, a bizonytalanság, merev rendszerek, ugye a mostani rendszerünk nem támogatja a teljesítményértékelés rendszerrel, nincsen összhangba, még most még mindig mondjuk egy volumen alapú elszámolási rendszerünk van, és a minőséget nem tudom abba figyelembe venni. És lehetne számos olyan dolog, ami ellenében hat. Most én azt szeretném kérni tőletek, most elég sokat beszéltem, de egy kicsit, hogy legyen interaktív, hogy adjatok ötleteket, gondolatokat, ha azt mondjuk, hogy digitalizáció, amit lefordíthatunk úgy, hogy automatizálás a bizonyos folyamatoknak, az, hogy elektronikusan gyűjtünk ugye adatokat most már a rendszerekből ugye egyre inkább, tehát hogy ez a digitalizáció, mint folyamat, ami elindult itt mondjuk a cégnél, és gondolatokat is saját cégetekre, vagy az életetekre, ezzel kapcsolatban mik azok, amik előre mozdító erők, mik lehetnek, és mik lehetnek hátráltató erők ugye ebben a történetben. Néhány dolgot próbáljunk meg összegyűjteni, mert ez valóban szerintem mindenkinek valamilyen szinten érinteni fogja majd a következő pár évét. És nyilván ugye ezeket jó, ha tisztán látjuk, tehát amikor van, arra gondol mondjuk egy vállalat, lehet mondani példát mondjuk, hogy emberek helyett robotok dolgozzanak, automatizálunk bizonyos folyamatokat, vagy mondjuk a számlázást, elektronikus számlázásra áttérünk. Tehát ezek a ilyen jellegű változások majdnem mindenhol lesznek. És ezek mind a szolgáltató, vagy akár adminisztratív területen megjelennek a termelésben, a logisztikában is. Ugye. Megjelennek az RFID ugye, azonosítók, ugye, megjelenik csomó olyan technológia, ami a mobil technológián keresztül a folyamatos nyomon követhetőséget, adatgyűjtést tudja segíteni. Ez nyilván azt jelenti, hogy az embernek mondjuk dolgoznak van egy kártya, csak egy-két példát hozzak, nyomon követhető, hogy hol mit csinált, merre volt, még amikor WC-re ment az is, amikor bejelentkezik a gépre. Tehát rengeteg dolgot lehet látni. Nyilván ugye ezzel kapcsolatban a kérdés, hogy a szakszervezet vagy az üzemi tanács ezt ugye hogyan kezeli. Most nem akarom én kitalálni helyettetek, csak hogy elinduljon a gondolkodás, azért mondtam egy-két példát, hogy
mondjatok olyan dolgokat, ami azt gondoljátok, igen, mondjuk egy digitalizációba, abba az irányba ad, hogy ebben mi lépjünk, és mi az, ami ellenébe hat. És akkor ezeket pirossal mondjuk, és zölddel, piros, ami mondjuk ellenébe hat, és zölddel elkezdem ilyen nyilakra fölírni. Kezdjünk egy-két előre mozdult erő, ami azt mondjuk, hogy igen, digitalizáció ebben. Gyorsaság, aha. Aztán voltak hatékonyságot javít, ugye, adatok, aha. Átláthatóság, mondjuk. Adatminőség, sok. Volt a hatékonyság is, ugye? Aztán még mondtatok, mert gyors volt, hogy már itt lemaradtam. Tehát gyorsít, egyszerűsít, átlátható, adatminőség, hatékonyság. Mi volt, akinek még nem került föl a... Aha. Tehát, hogy jobb minőség adatminőséghez kapcsolható. De ez pozitív, vagy ne? Mert lehet, mert az is lehet, hogy rossz adat, és esetleg akkor meg ugye téves adatok alapján. Mert ez hátráltató is. Tudod távunkra kérdezni abban az értelem, hogy távunk a lehetőségét megnyitja. De például a megnyílik adatokat fenyegető veszélyes, mint adatok... Azért is mondtam, mert itt jönnek a komoly ellenérvek, amikor ezeket az adatait kirakom, tulajdonképpen megosztom, ugye itt az nagyon komoly kockázat is, ugye? Ide felirhatjuk, hogy adatbiztonság, ugye? Ezt akkor itt van egy... amit mondtál, akkor ez ide is megjelenhet. Aztán, mi az, ami még hátráltató? Személyes adatok kapcsán. Aha. Etika, személyes adatok kapcsán. Etikai problémák. Platformoknak az összeegyeztethetőséget tudjuk. Sőt, az eszközöknek az összeegyeztethetőséget. Nagyon sokféle eszköz, nagyon sokféle platform van. Alkalmazott a változások, kicserülődik a személyzet, a kicserülődik már az útfeletet. Félelem, abszolút. Tehát ugye ezen munkahelyek szűnnek meg? Tudáshiány, ugye? Tehát nem fogják tudni használni. Van egy rendszerünk, ugye ilyet lehet látni, és ott áll a garázsba egy ide Ferrari, mert senki nem tudja vezetni. Aha. Hibák. Függőség nagyon fontos, igen. Tehát ha kihúzzák, ha nincsen wifi, a gyerekek már kétségbe vannak esve, ugye? Régi világban nagyon jól el voltak, ugye? Most már az informatikusokkal nagyon jobba kell lenni. Nagy kárt tud okozni. Tehát itt a kiszolgáltatottság, tehát nem a kritikus kiszolgáltatottság, tehát olyan mértékben kiszolgáltatottság, ez mint a technikának és a technológiának, hogyha ott előtt valami, akkor... Óriási kockázatok vannak ebben benne, tehát a kockázatmenedzsment nem véletlen értékelődik föl ebben a mostani világban, mert olyan terepekre megyünk, számunkra bizonytalan terepekre megyünk, ahol nem igazán tudjuk még azt, hogy mi lesz a hatása, és milyen hatások lehetnek, nincs még tapasztalatunk. Tehát ezek új utak, ugye? Beírhatjuk a szabotás, a cyber támadások, ugye? Most lehet látni, hogy milyen komoly gondokat okozhatnak fiatalok, ugye pár éve végzett egyetemisták, vagy még lehet, hogy még diákok, akik ugye rendszereket tudnak lebényítani Angliában, mert ilyeneket hallunk, ugye nagyon komoly veszély lehetnek, ennyire nyitó, kinyílunk, ugye ilyen szempont megosztjuk a digitalizációban az adatokat. Hogyha leáll, akkor nagyon sok, tehát ugye itt azt lehet mondani, hogy az embereknél ugye ez az új dolog, hogyha mi megérjük ezt a digitalizációt, akkor van egyfajta félelem is egyértelműen a szervezetben. Szakszervezetek jöhetnek, ugye, hogy akkor itt a munkahelyek szűnnek meg. Nyilván ugye a tudás hiányos ebből adódóan a kompetencia hiányokból az embereknek frusztrációja lesz, ugye, hogy nem komfortos számukra. Ez biztos, hogy nem egy embernél, nagyon sok embernél. Meglévő folyamataink csomó mindent át kell alakítani. Tehát, hogy itt csak néhány dolgot írtunk fel, és ide is lehetne még fölírni további történeteket, de ami fontos, csak magát a módszert, hogy van nekem itt ez a vonal,
És attól függ, hogy lesz változás vagy nem, ez olyan, mint az erő ellenerő törvénye. Ha ezt az asztalt én nyomom ugye lefele, olyan erővel nyom engem vissza. Tehát azért fontos nekem tudni, ugye, hogy milyen erők lesznek. Tehát, hogyha én csak erőből próbálom áttolni, akkor nagyon sokszor a szervezeti állásban, szervezetben ugyanannyi energiával fölállnak a, mondjuk azt, hogy a frontok, és ugyanolyan ellenállás lesz, és rengeteg energiánk megy el arra, hogy egy helyben maradjunk. Tehát nekem nem feltétlen csak az kell, hogy megnézem, és itt minden erősebben tolom, hanem megnézem ezeket az erőket, és megpróbálom csökkenteni. Az ellenérdekelt fereket is, azaz külön a stakeholder elemzés, illetve az ellenerőket, hogy melyek azok az erők, amik abban az irányba adnak, hogy ne történjen meg a változás, és ezeket én tudatosan földerítem. A nagyságát még a nyílnak most én nem pontosan rajzoltam be, de be lehetne, hogy milyen hosszú ez a nyíl, be lehetne, hogy melyek az erősebb erők. És mondjuk vannak olyan szereplők, akik nagyon erős aktorok, amiről beszéltünk itt a délelőtt, akinek ha ő ellenáll, akkor nem lesz semmi, mert ő a tulajdonos, vagy mit tudom én, vagy a fővevőnk, vagy a főbeszállítónk. És akkor nem tudom, tehát ha nem kapunk gázt, akkor hiába akarunk ugye mondjuk az oroszoktól, akkor itt nagyon sok minden megállna. Na most ugye nyilván ugye kapunk gázt, hál' Istennek, de ezzel nem gondolkodtunk el ugye ebbe a történetbe, hogy ott vannak erős szereplők, és ugye van az állam is egy erős szereplő, amit megtapasztaltunk a szabályozásokon keresztül például, milyen erősen be tud avatkozni iparágokba, ami eddig figyelembe se vették. Tehát az érintettek és a reakcióiknak a figyelése, ennek a kezelése nagyon fontos. Mert ha ezt jól kezeljük, akkor kevesebb energiabefektetéssel ez el fog mozdulni ebbe az irányba. Tehát ha itt van mondjuk ez a toll, és én ezt tartom, itt ellentartok, ugye, és ezt ugyanannyi erővel tolom, csak itt egy kicsit csökkentem az ellenállást, már egy elmozdulás történik. És erre érdemes odafigyelnünk, hogy hogyan tudom ezeket csökkenteni. Tehát a félelem, információ, kommunikáció, ugye nagyon sok emberi kérdés van. A vezetőknek a szerepe kulcsfontossága ebben. Ugye itt van a tudás hiány, oktatások, képbehozni, elmagyarázni, tájékoztatni. Tehát ami megtörtént itt kicsibe a játék során, amit játszottunk, ezek a fajta törődés, odafigyelés a megfelelő információs állapotának megfelelő információkat adni az embernek abban a pontban, amikor éppen erre szüksége van, nagyon fontosak tudnak lenni. És itt ami fontos, hogy mindig ugye ezekről volt szó, mindig az emberek végigmennek egy ilyen változási görbén. Ami úgy indul el, hogy van egy visszautasítás az elején, már pedig nem lesz gázáremelés. Hát ez az elektromos autó, ez majd csak ugye 20 év múlva, vagy a digitalizáció. Ez minket nem érint majd az unokáimat. Amikor van egyfajta vissza, ez nem a mi dolgunk. Én ez már öreg vagyok, fiam. Na most a következő az ellenállás, amikor rájövünk arra, hogy mégiscsak volt gázáremelés, nem fogom befizetni. Amikor van egyfajta egy ilyen ellenállás, ez a szenvedés, hogy egymásnak feszülünk, és akkor ott megy a vita. A cégen belül is ugye ez az új rendszer, szabotáljunk, amikor a francia kulcs beleesik a fröccsöntőgépbe. És lehetne sorolni ezer megoldást, ugye, hogy hogyan lehet adott esetben bojkottálni, szabotálni az új megoldásokat. Törzsadatok hibásak lesznek, ugye megmondtuk, ez nem működik, a régi rendszer jó volt. És aztán utána olyan, amikor azt látja, hogy elég erősen nyomja a vezetés, meg kommunikál itt, mondjuk azt kell, hogy gyerekek, ezt már pedig ezt meg kell csinálni, mert a cégnek a léte múlik rajta, akkor idő után átlépünk abba, hogy akkor megismerés. Mert az elején itt elkezdem mondani a gázáremelésnél az embernek, hogy figyelj csak, gázáremelésnél, hogy de hogyha raknál még termosztát szelepet, meg még hőtükröt, és még ennyi mindent pluszba ráköltenél a fűtésre, nem elég, hogy befizeted a számládat, akkor csökkentenéd majd a kört. Az elején azt mondja, na menjek én oda. De amikor már az első gázszámla kijött, és ott tényleg magasabb a tétel rajta, akkor idő után azt mondja, hogy is volt az a termosztát szelep? Na most már meghallgatom. És akkor ugye akkor már becsukja, és oda jut a végére az elkötelezettség, amikor már ő szól rá a gyerekre, meg már a néni, szomszédnéni is, hogy csuk be az ablakot, mert nem akarom kijönteni a pénzt az ablakon, ugye? Tehát, hogy elkezdünk odafigyelni, elmész otthonról, tekerd le a termosztát szelepet, nem kell, hogy 26 fok legyen. Tehát itt már ugye az elkötelezettségnek a fázis, amikor az új rendszer szerint kezdünk el élni. Most ami nagyon fontos, hogy ezekben, amikor itt vagyunk a változás, itt a szenvedés völgyének szoktam ezt nevezni, ebből nem jó sokáig ott benne ragadni. Tehát nekünk vezetőként, vagy felelősként folyamatosan figyelni kell arra, hogy éppen, és embertől függően, ki milyen fázisban, hol van a változásokkal, éppen milyen szakaszban van, és hogy neki milyen információkra van szüksége, hogy a megfelelő információkat, a megfelelő támogatást tudjam neki megnyújtani, megküldeni. És azt nem lehet megint, csak nem lehet úgy, hogy akkor mindenkinek ugyanazt adom, mindenkinek ugyanazt a kabátot adom, mert valaki még mindig a visszautasítás fázisában van, valaki már ugye már a megismerés fázisában lenne. Tehát függően, ahogy az emberekkel beszélünk, itt nagyon fontos az, hogy ebben legyen sok-sok change agent a cégen belül is, akik ebben informáltak, be vannak vonva, kell kommunikálni dolgozói szintekig is, ha azt akarjuk, hogy ez a fajta elmozdulás egy nagy szervezetben, ahol több száz emberről beszélünk, ez megtörténjen.
Mert mindenki a saját egyéni szintjén meg kell élje ezeket a változásokat, és ezeknek a változásoknak, változtatásoknak létre kell jönnie. Mert az új szabvány szerint kell majd működni, be kell tartani, az új rendszerben az új funkciókat kell neki használnia, stb. Stb. Tehát sok-sok egyéni változásból, változtatásból fog ez összeállni, ez a nagy céges elmozdulás, és ha ebben ezt nem tudjuk jól végvinni, akkor valamilyen tulajdonképpen valahol megrekedünk itt menet közben rengeteg energiával, és nem jönnek ki azok a várt eredmények, amit egyébként a projekt elején, amit mondjuk a vezetés eldöntött, ugye kalkulált, hogy milyen jó lesz majd nekünk az új rendszer. És azt lehet mondani, hogy ez tudatos kezelést igényel, erőforrást igényel, coachingot igényel, tervezést igényel, ezzel foglalkozni kell. Ha ezzel nem foglalkozunk, akkor is kell vele foglalkozni, csak utólag már sokkal nehezebb ezekkel foglalkozni, tüzet oltani, mintha erre nagyon tudatosan fölkészül a szervezet, és ebben tudatosan már időben elkezd foglalkozni. És kellenek olyan szakemberek, és a minőségeseknek ez fontos szerepe, hogy ők ebben a történetben szintén előjáróként a változásoknak az agentjei vagy ügynökei tudjunk lenni, hogy ezeket a változásokat moderáljuk. Mi tanácsadóként nagyon sok ilyen projektben vagyunk benne, és próbáljuk ebben segíteni a cégeket. Ez egyébként azért jó, a tanácsadó ilyen szempontban egy ilyen helyzet van, mert plusz energiát tud bevinni, mert azért fizetik, hogy változzon. Tehát ő energiát tud bevinni, még plusz két zsoldos van, akinek az a célja, hogy ez a változás megtörténjen. De cégen belül is nem feltétlenül kell tanácsadó, cégen belül is kell tudatosan erre plusz erőforrást dedikálni. Mert nem rakunk rá plusz embert, a meglévő munka mellett kapják meg ezeket a feladatokat a kollégák. Akkor, ahogy a golyósábra mutatta, nem lesz akkora energia lendület ebben az egész történetben, hogy ez a változás végbe menjen be magától, nem fog megtörténni. Jó? Én ezeket szerettem volna így megosztani még egy utolsó fóliával, az én időm is lejárt, és akkor magammal is legyek szigorú. Ugye a változásoknál mindig vannak ellenzők, közömbösök és támogatók, és talán fontos politikai szempont, hogy nem az ellenzőket kell meggyőzni, mert ugye az úgyse fog menni, meg rengeteg energiát viszel, hanem igazándiból a közömbösöket kell a mi oldalunkra hozni úgy, hogy az ellenzőktől erőforrásokat elvonunk, és a támogatók kapják meg azokat az erőforrásokat, támogatást, pozíciókat, hogy a közömbösök, a választások is így működnek, közömbösök azt látják, hogy jobb, ha ezen az oldalon vannak, mint a másikon. De ez kell egy egyértelmű jövőkép. Ezt csinált egyébként a Jack Welch-ék, amikor Amerikában kint tanultam a Columbia Business School-on, jött egy vendégprofesszor a Whartontól, pontosan elmondta, hogy a Jack Welch hogyan alakított át üzletágakat például a GE-nél, és ez volt az egyik tulajdonképpen módszer. És a saját üzletágát is megszüntette, azért, mert egy felsőrendű cél alapján az a Plastic Division, amiben benne volt, az nem volt benne az első háromban, vagy első kettőből, és hogyha nem tudnak benne lenni az első kettő-háromban a piacon, akkor már nincs olyan megtérülés és olyan nyereség, ami egy ekkora volumenű nagy cégnél eltartaná azt a rezsit, amiből ő nekik érdemes, ugye, amiért érdemes működtetni, és olyan üzletágokba raktak bele pénzeket, ahol ezt látták, és a perspektívát, a jövőt, az innovációt, a fejlődést látták. Tehát, hogy a cégek, ha nem alkalmazkodnánk, és nem így gondolkodna a GE, akkor lehetséges, hogy most már nem lennének ekkorák a piacon. Jó, szóval ezeket szerettem volna megosztani egy kis gondolatébresztőként az egésszel kapcsolatban, és nyilván ezt át lehet aztán fordítani ugyanúgy a szabványváltozásokra, át lehet fordítani bármilyen olyan változásra, amiről az egész délután folyamán beszéltünk, hogy hogyan lehet alkalmazni egy erőtérelemzést, miért fontos az, hogy a különböző érintetteket és azoknak a reakcióit érzékeljük, hogyan tudunk kommunikálni, hogyan tudjuk a főbb érintetteket ugye a korábbiakból ugye azonosítani a cégen belül, és megnézni azt, hogy az ő esetükben milyen stratégia és milyen megoldások segítenek, hova kell további erőforrás, energia, időráfordítás ahhoz, hogy tényleg végbe menjen ez a változás, és ezeket folyamatosan érdemes nyomon követni, és a vezetésnek ugye ebből a szemmel is nézni, nem csak technikai oldalról, hanem az emberi oldalról megnézni azt, hogy vajon az emberek képesek-e és alkalmasak-e jelenleg arra, hogy ezeket a változásokat lekövessék.